Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 10-ére. Mi most fontos döntések előtt állunk. Az is lehet, hogy ő hoz most fontos döntéseket. A mai napon feltehetjük a kérdést, mi értékes számunkra. Ez lehet a hivatás, ezek lehetnek családi kapcsolatok, vagy egy bizonyos hely, vagy a szerelem. És feltehetjük azt a kérdést is, hogy ki értékes számunkra, mert akkor ezt a kapcsolatot, barátságot, vagy egy szerelmi kapcsolatot meg kellene őrizni, ezt ápolni. Fontos döntések előtt állunk. Az irány az, ami fontos, ami értékes számunkra, hiszen ezt szeretnénk birtokunkba venni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz kell az életerő, a bátorság, és kell a belső erő is. Ez a hit, hogy hiszünk abban, hogy ez a cél elérhető, hogy ez a kívánság megvalósul. A mai napon, tehát november 10-én jönnek ezek a gondolatok és tervek. De indíthatunk is, hiszen most fontos, hogy meglegyen az alap. És ahhoz, hogy jó alapok legyenek, és ez a terv megvalósítható legyen, kell a nyugalom. Kell ez a belső nyugalom, mert ez ad erőt számunkra. És ehhez illik ez a kép. Nem csak a nyugalmat sugározza ki, hanem az is látható, hogy itt kivirágzik valami, itt gyümölcsözik valami. Tehát ez most egy jó időpont ahhoz, hogy tervek legyenek. Egy jó időpont ahhoz is, hogy indítsunk valamit. Hiszen döntésekről van szó, változásokról van szó. És a következő napokban vagy hetekben már érezhető lesz, hogy minden jó irányba fordul. Mert ez a terv megvalósítható. Megvannak most az alapok, ami segít ebben a hited és a nyugalmad. Mert ez szükséges ahhoz, hogy ez a terv kibontakozzon, hogy ez az álom megvalósuljon. És mindez most kiépíthető. A mai nap alkalmas egy jó kezdetre. És hamarosan látni fogod az eredményt. Mert itt kivirágzik valami, gyümölcsözik valami, lesz egy szép környezet, lesznek változások, ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy változások a párkapcsolatot illetően. A kérdés az, mi értékes számodra, vagy ki értékes számodra, mert ezt most birtokodba veszed. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda az élet tudását, az élet bölcsességét jelenti. Van három irány, három energiai mező. Vata dósa, az jelenti a mozgást, a változásokat. Pita dósa, az jelenti a transformációt, a megújulásokat. Kapha dósa, az segít abban, hogy valami stabil legyen, egy stabil munkahely, egy stabil párkapcsolat, amikor meg tudsz tartani valamit.
mint például ennél a témánál, azt, ami vagy aki értékes számodra. Ha megtekintem a napi horoszkópot november 10-ére, az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygói, hiszen ezek a személyes bolygók, azon kívül a nap és a hold energiája, akkor megállapítható az, hogy a tűz elemében jelenleg nincs bolygó. Tehát hiányzik valami, hiányzik a bátorság, hiányzik a lelkesedés. A Föld elemében van a Hold és Szaturnusz bolygó. Ez kihat az érzelmekre, itt megvalósul valami, kiépítheted a terveidet, ahogy te érzed, ami fontos, ami értékes számodra, hiszen a Föld eleme az a kafadósához tartozik. A víz elemében van Jupiter bolygó, szintén a kafadósához tartozik, és az jelenti a lehetőségeket, hiszen Jupiter bolygó szerencsét tud hozni, Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. A levegő elemében, tehát a vata dósában van Mars, Vénusz, az jelenti a férfias és a nőies energiát, tehát kihat a párkapcsolatra. Itt a levegő elemében, a vata dósában van Merkur bolygó, az jelenti a cselekvéseket, a tudást és a kommunikációt. Itt lesznek beszélgetések a párkapcsolatról, vagy a lelki társaddal lesz itt a kommunikáció. És itt a levegő elemében, tehát a vata dósában van a nap, megvilágít valamit. Itt kitisztul valami, vagy rendezheted a dolgokat, beszélhetsz vele, nyíltan tudsz beszélni a párkapcsolatról, és a vata dósa az jelenti a mozgást. Tehát a szerelmi ügyeket illetően itt előre mennek a dolgok, lesz mozgás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!